itt is. És egy gyors vendégváltás után már is itt ül velünk szemben Korosa András, a Korosajt műhely nemesbüki alapító tulajdonosa, ami tulajdonképpen nem csak egy sajtműhely, hanem gyakorlatilag az első mozzanattól kezdve már ti vagytok ugye a termelők, előállítók, mégpedig Jersey tehenekkel foglalkoztatok. András, hogyan alakult ez az egész dolog, hogy ti Nemesbükön egy ilyen farmot létrehoztok, majd pedig ráhúzzátok ezt a kézműves sajtkészítő műhelyt is? Én alapvetően keszthelyi származású vagyok, tehát itt nőttem fel, balatoni srác vagyok, és az első gyermekem születésekor költöztem ki Nemesbükre, és az a környezet adta magát, hogy ott valamivel kellene foglalkozni. Szépen apránként tyúkok, kacsák, ezzel-azzal kezdtem, aztán jött a csúcsa, a tehén, a Jersey tehén, és akkor igazából az első tehénnél sok volt a tej a kávéhoz, és valamit kellett kezdeni a tejjel, és elkezdtem sajtot csinálni. Én szállodában dolgoztam akkor Hévízen. Láttam, hogy ez működik, ez eladható, és akkor onnantól kezdve jött ez a lépés, és egy 6 évvel történt meg az a lépés, hogy akkor már nagyobb volumenben, több tehénnel, és akkor csak ezzel foglalkozva csináljuk ezt. Aztán kíváncsi lettem volna rá, hogy igen, milyen ez a Jersey tehéntejből készült sajt, de hát egy igazi hős vagy, hogy ide értél. Úgy volt, hogy hozol nekünk sajtokat, de hát végül az autót feladtam. Hát ez kellemetlen, ezt már megtanultam ebben a szakmában vagy életmódban, hogy soha nem úgy telik egy napod, ahogy eltervezett. Ez a Balatov című műsor belefért. Egyébként ezt akartam mondani, így van, tehát az autó nem indult, innentől kezdve elég nehéz lett volna, örülünk, hogy beértünk busszal. De kezdjük szerintem az elején, ezekből a tejekből készült sajtok, Jersey tehéntejből készült sajt, ez mennyiben más, mint mondjuk egy magyar tej? Tehát más íze van? Hát a magyar tarka, a Holstein Fries, az mondjuk ilyen 3,5-4%-os a zsírtartalma, a Jerseynek ott kezdődik, hogy 7,5. A magyar tarka, a Holstein Fries az A1-es kazeint állít elő, a Jersey az A2-es. Rengeteg olyan problémát okoz az A1-es kazein, bél problémát, ami azt gondolják, hogy laktózérzékeny valami, miközben a kazein érzékeny. Tehát teljesen más típusú, sárga tej, ízes a tej, tehát ez nem ivó tej, tehát ez sokkal karakter, olyan, mint egy tejszín tulajdonképp, kifejezetten sajtkészítésre való. Lehet, hogy mondjuk egy laktózérzékeny a ti sajtotokat meg tudja enni, úgyhogy nem lesz baja? Vannak életsajtjaink, tehát 3 hónapos kortól már a laktóz elkezd átalakulni, lebomlani a sajtban. Én itt arra gondolok igazából, hogy sokan azt gondolják, hogy laktózérzékenyek, de nem is biztos, hogy laktózérzékeny, hanem a kazeinra érzékeny. Illetve az, hogy mit teszik a tehén, tehát sok mindentől függ azért, mert a mi tejenénk ugye szénát esznek, legelnek, szabadon vannak tartva, mindig közelebb a természetes közegükhöz. Innentől kezdve az a tej, az egy teljesen más tej, mint az, ami egy tömegtakarmány, maximumra ki van, fel van tolva az állat, hogy az 50 litert adja, tehát a természetességtől nagyon messze van. Én nem szeretném bántani a bolti sajtokat, de azért a termelői sajt az mindig más. Mitől jó sajt a jó sajt? És mi különbözteti meg mondjuk attól, hogy egy ilyen ipari valami, amit ráreszelünk a kenyérre, meleg szendvicsnek? Hát amit az előbb például mondtam, tehát minél közelebb vagyunk a természetességhez, szerintem az a sajt az annál finomabb. Tehát a sajtnak az alapja a jó tej. A jó tejnek az, hogy egy állat jól érzi magát, az, hogy tisztán van tartva, az, hogy tiszta körülmények közt él, a tőgye nem szaros. Tényleg van, ahol erre nem figyelnek? Hát mondjuk, ahol össze van zsúfolva mondjuk 1000 négyzetméteren 1000 állat, vagy 500 állat, ott a robot, hiába pucolja a robot, akkor is azért az ott mennyiséget termel, de amikor mondjuk 7 hektáron 16 tehén szabadon legel és belefekszik a fűbe, eleve nem fekszik bele a saját ürülőkébe. Hol helyezkednek el Európában egyébként a magyar sajtok a piacon, és miért jó, hogy kézműves sajtot fogyasztunk? Mitől más ez? Hát sajtban én azt látom, hogy most van egy hasonló, mint annak idején a boroknál, illetve most a söröknél, most azt látom, hogy a sajtoknál van egy fellendülőben lévő dolog Magyarországon is. Tehát mondjuk az éves 8 kilós fogyasztással szemben mondjuk a 22 kilós francia fogyasztással eléggé hátul hullunk, tehát nem egy alaptermék a magyarnak a sajt, de azt látom, hogy ez változik. Tehát jó minőséget tudunk egyébként produkálni? Most már én azt látom, hogy igen. De mondjuk igen. Az európai viszonylatot nézzük, akkor mi hol helyezkedünk el sajtminőségben? Én azt gondolom még azért. Én rendszeresen járok ki Bajorországba, illetve tervezem, hogy most Svájc és Franciaország.
azért még van mit tanulni. Mi az, hogy boldog állattartás? Hát ez nálam egy ilyen alapkoncepció, tehát azt gondolom, hogy őrájuk én nem állatként, hanem családtagként, kolléganőként tekintek. Tehát kolléganőt, családtagot nem vágunk le, tehát például itt indítjuk az egészet. Nálunk önként jönnek be név szerint a tehenek, nincs ütlegelés, nincs semmi. Tehát ez egy nagyon régóta, évszázadok óta működő rendszer, csak ezt elfelejtettük, és elmentünk megint így az élelmiszeripar felé. Tehát nálunk tényleg ők bejönnek, nincs kikötve, megeszi a 6 kg ablakját, nincsen benne adalék, szénát eszik. Hát mint a keleti filozófiákban is, ugye gyakorlatilag, hogyha boldog állat adja azt a tejet, akkor abban boldogság részecskék van. És aki elfogyaszt, az is boldog lesz. Mi meg nagyon boldogok vagyunk, hogy itt voltál velünk, Andris, jó munkát kívánunk, és biztonságos hazajutást. Köszönöm szépen!